Az utóbbi években főként a borvidéken kívüli ültetvények területe szorult vissza, de az elmúlt 20 évben az egri borvidék kiterjedése 5100 hektárról közel 5600 hektárra nőtt. A terület csaknem fele viszonylag új telepítésű, és a szőlőfajtákból is a szép választék. Farkas Lászlót, a hegyközségi tanács elnökét köszöntjük műsorunkban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntjük itt nálunk. Jó estét kívánok! Mit lehet elmondani a tavalyi termésről? Hogyan alakult? Röviden összegezve azt mondhatjuk, hogy egy remek évjárat alakult ki a végére. Tulajdonképpen a szőlő növekedése, fejlődése egy 2-3 hetes lemaradásban volt az év folyamán, elsősorban a tavaszi késletetett rügyfakadás miatt. Majd az egész évi hőmérséklet sem volt alapvetően jellemző a nagy hőmérsékleti csúcsokra, tehát a hőösszeg nem determinált azt, hogy erőteljesen növekedjen a szőlő. Ezért volt ez a csúszás. Így a korai fajták nem is cukrosodtak annyira, a csapadék is kellett volna hozzá ott augusztus közepe vége felé. Ennek a cukorfoka hagy némi kívánni volt a korai fajtáknál, de a későbbi fajták nem is vénasszonyt nyara, hanem tulajdonképpen indián nyárról beszélhetünk. Tehát ezek, mint ahogy Lőrinc György említette, mint egy varázsütésre megértek, és valóban egy jó évjáratról beszélhetünk. Nem nagyon kimagasló hozamok vannak, tehát nem csúcstermés van, de nyilván ez is befolyásolja azt, hogy a minőség ettől jobb lett. Beszéljük egy kicsit arról, hogy ilyenkor télen, mert ugye nagyon sokan úgy képzeljük el, vagy úgy képzeltük el, hogy ugye leszüreteljük a szőlőt, és aztán tavaszig nincs vele dolgunk. Na, ehhez képest ilyenkor már dolgozni kell a szőlőben is, ugye? Vagy nagyon korán, vagy nagyon későn kellene igazából metszeni a szőlő életen a szempontjából. Amikor lombhullatás megtörténik, ugye eső faggyal lehullanak a levelek, akkor már el lehet kezdeni a szőlőt, el is kezdik sokan. Ez december eleje környékén történt meg most a tavalyi évben. És hát jelenleg is tart nagy erőkkel a metszés, mert nem lehet tudni sosem, hogy milyen idő jön, tehát érdemes haladni a munkával, amennyiben lehetséges. Tehát a mostani időjárás, amikor nem viharos erejű a szél, ez ideális metsző idő, talán ez a mínusz 8-10 fokos hőmérséklet. Ez engem még visszahajtott. Nem kellene reggel, de egyébként egy jó metsző idő van, akár 30-40%-os metszettségi állapotban is lehetnek már az ültetvények jelentően. És ez egészen tart február? Hát március végére élig befejezni, április közepéig jó a szőlőt lekötni, és akkor gyakorlatilag május elején rügyfakadás és akkor indul a vegetáció. A mátrai borvidék területe csökkent, az egri viszont növekedett az elmúlt 20 évben. Ennek mi lehet az oka? Az elsősorban a hegyközségek megalakulásával, a rendszer újrafelállításával, ez 96-tól indult, az eredeti védettség, a bikavér imázs kialakult, és hát ez az egri borvidéket húzta fölfelé, ott minden eset abban az időszakban, azért nem is 5100-ról indult ez ottan egészen pontosan, hogyha ha jól készültem ebben, 2000-ben még 3700 volt. Azt a mindenit, ahhoz képest akkor szinte duplázódott, ugye? 2001-ben volt egy csökkenés 3200-ra, és 2008-ban már 5700. És utána vannak némi ciklikusságok, ami abból adódik, hogy kivágtak, pihentetik, újra telepítik, illetve az utóbbi időszakban, 2015-től pedig a szerkezet átalakítási program telepítési pályázat kapcsán gyakorlatilag kivágják és újra telepítik. Szakmailag kicsit megkérdőjelezhető, de gyakorlatilag azonnal telepítik a következő évben. Nem pihentetik ott a... Hát azért kellene pihentetni, hogy a gyökérgombák, amik kialakulnak a hosszú tenyészidő alatt, azok elpusztuljanak. Ezt vegyszeres kezeléssel lehet. Alapvetően lehet orvosolni vagy kezelni, hogy ebből ne legyen probléma. Az imént említette az imást. Mennyire elégedettek a bormarketinggel az egri térségben? Hát a marketing az ugye az a költség, amit fele fölösleges, csak nem tudjuk, hogy melyik fele az. Elégedettek tulajdonképpen nem lehetünk vele. Próbálkozások, erőfeszítések történnek ez irányban. Ugye nagy forrásigényű
ez irányú tevékenység. Most egy újabb cikluson vagyunk túl, vagy úgy mondjam, imázs kialakításon, váltáson, logóban, megjelenésben sok mindent próbálunk tenni a borvidék részéről is, a borászatokkal együtt természetesen. Kevesebb a borfogyasztás, mint ahogy a statisztikai adatokból kiderül, ez a legnagyobb problémája. Tehát ott 90-es évek környékén még 32 liter volt, utána ebből lett 23, és most már úgy bebenézünk majdnem a 20 liter alá a éves fejenkénti fogyasztással. Ebből adódik, hogy jelentős felületen csökkent az országban a szőlőfelület. Ez az egri borvidéken nem így van, ez jelenti azt, hogy azért itt volt bizakodása, hogy a szőlőtelepítésre a termelők részéről, de alapvetően azt kell mondani, hogy inkább kínálati piacon van, túltermelése van egy kicsit, abból adóra, hogy nincs akkora fogyasztása. És a fogyasztás csökkenésének egyébként mik lehetnek az okai? Ezt lehet tudni? Hát, nagyon sok összetevője lehet. Kihalt egy igazi borfogyasztó generáció, aki még nehéz fizikai munkát végzett, és az életviteléhez, az életritmusához igényelte, étrendjéhez a borfogyasztás, ami nem is volt különösebben úgymond a szervezetére káros vagy terhes. Átalakultak a fogyasztói szokások a fiatalok részéről. Mondjuk ebben azért vannak előrelépések, és a kultúrált borfogyasztásra a fiatalokban azért megvan az igény és a hajlandóság. Tehát, hogyha megnézzük 90-hez képest mondjuk az energiaitalokat, az energiaitalnak a más töményszesszel való fogyasztását, tehát ezek mind-mind a rossz irányok árára mentek el, vagy akár még a sörfogyasztás kárára is. Tehát a klasszikus ilyen értelemben alkoholos termékek azok szűkültek. Nem tesz jót, nem kardoskodok mellette persze, mert az éró tolerancia nyilván, mert így is van még azért alkoholos befolyásról csak alatt okozott baleset, de például a Németországban, Franciaországban azért ez kulturált módon megengedett. Tehát, a megengedőbb ott a... Tehát ez is biztos, hogy... Tehát hogyha a naponta étkezés közben ebédkor egy deciliter bort elfogyasztanak, attól még nem mennénk a falnak a kocsival, viszont az egy jelentős személyenként ugye majd 30-40 liter borfogyasztás. Kicsit megnőne a borfogyasztás. Mit jelent az, hogy oltalom alatt áll egy szőlőterület? A terméket szokták, nem a... Ja, hogy a terméket oltalom alá helyezik. Az egri borvidéken is, még országosan is, különböző kategóriájú borok hozhatók forgalomba. Van egy olyan elnevezés, hogy OM, ami azt jelenti, hogy oltalom alatt álló, minősített bor, ez az egri bikavér, meg az egri jellege. És lehet olyan, hogy OFE, oltalom alatt álló, földrajzi jelzéssel ellátott. Aha. Az egyiknek 136 más a termés korlátja felülről, a másiknak 210. Tehát azt jelenti, hogy ennél nagy... Ami ez alatt van, az beleesik ebbe a kategóriába, ami fölötte van, az nem is van olyan, hogy földrajzi jelzés nélkülű. Most az oltalom alatt álló eredet megjelölt bort, azt ugye az egri bikavérnél, és vagy aki ezt kéri, ezt minősíti az egri borminősítő bizottság, és kap róla egy zárjegyet, egy minősítő címkét, amit ráragaszt a palacra, és ezzel tanúsítja ezt. Van egy másik útja is a borértékesítnek, amikor egyéni márkát alakít ki valaki, a pincészet, a Juhász testvérek, Tumerer, Szent André, amikor nem az egri eredettel kíván a piacon jutni, vagy a piacra jutását segíteni, hanem a saját márka nevével próbálja kialakítani. Ennek is van értelme és jelentősége, mert hiszen ha ezt jól csinálja, akkor gyakorlatilag ezt nem lehet tőle elvenni, ellopni, kázi nem lehet hamisítani. Mondjuk, hogyha a mostani 5600 hektáros egri terület 40 ezer hektáros lehetőséggel bír, tehát az egri szőlő területek 40 ezer hektár nagyságrendűek lehetnének, hogyha mindent betelepítenénk azzal, ami alkalmas szőlőtelepítésre. Ha világmárkát csinálnánk a
az EVI bikavérből, most maradjunk a példánál, akkor valaki bejöhetne még a maradék 40 ezer hektárra, és gyakorlatilag ennek le tudná fölözni a hasznát. Értem. Hogyha. Ha már így az EGRI bikavért említettük, mennyire népszerű külföldön? Hát ugye lehet hallani, hogy különböző díjakat nyernek. Népszerű, hát kicsit a Kovács Nimród szava jut eszembe, hogy a minőségi borok nem elég minőségiek, az olcsók meg nem elég olcsók a magyar bor vonatkozásában. Hát sajnos ez a fajta összetétel igazolja, hogy a országosan a kékfrankos a legmagasabb abban a bizonyos KSH jelentésben, de a második harmadik az a Bianca meg a Cserszegi, tehát az elmond a minőségi bortermelésről azért valamit. Népszerű, tehát igazából a tokai után az EGRI bikavér jut a külföldinek leginkább eszébe a magyar borokról, és hát ezek az elért borászati sikerek, ezt tovább erősítik. És hát valóban igaz, hogy ahogy van neki egy különlegessége, nem véletlenül Hungarikum is e tekintetben. Hétvégén lesz a Hungarikum Ligetnek a megnyitója, ahol képviselnem kell, mint Hungarikum gazda az EGRI bikavér. Tehát ez biztos, hogy túlmutat a határokon, és ezt őrizni kell ennek az imázsát, mert de egyébként azt lehet mondani, hogy a alacsonyabb kategóriájú bikavéreknél, amit nem szorgalmazunk azért a magunk részéről, de ott is azért iható, jó minőségű bikavért lehet kapni a polcokon. Beszéltünk ugye a borfogyasztókról. Mondjuk a fiatalok tekintetében mennyiben játszik szerepet abban, hogy minél többet fogyasszanak kulturált módon, hogy Eger azért nagyon gazdag és színes a különböző rendezvényekben, boros rendezvényekben? Ez feltétlenül szerepet játszik, tehát a rengeteg pincelátogatási, borkóstolási lehetőség, az, hogy Egerben el lehet tölteni az időt, nem csak hétvégét, akár hetet, két hetet is úgy, hogy fürdőzik, kulturális programja van, rendezvények vannak, és közben az esti programokban, éttermekben, pincészeteknél orkóstol, tehát ez a fiataloknál szempont, és ezt látszik is, használják is. Tehát nem is azt mondom, hogy a 20 éves korosztály, hanem inkább az a 30-tól 40-ig az erősen jelen van a borvidék életében ilyen szempontból. Egyébként a koronavírus járvány milyen hatással volt az ágazatra, különösképpen az EGRI vidékre? Volt valami nagyon kirívó negatív hatása, vagy? Hát a nagyon kirívó talán az, hogy a torlódás miatt, hogy megállt egy kicsit a piac, főleg a minőségi bort szolgáltató éttermekbe, horeca szektornak nevezik ezt a részét a piacnak. Ők nehezen jutottak piacra, nem elmaradtak a pincelátogatások, és a szőlő árban érződik ez, hogy az nyomott maradt, az nem emelkedett, sőt inkább még nyomottabbá vált. Érdekes módon egyébként az áruházpolcokról a bor fogyott, tehát inkább több fogyott, de az olcsóbb kategóriájú bor fogyott jobban. Tehát maga a borfogyásra annyira nagyon panasz nem lehet, de ezt az ágazatot, akik a szállodáknak, éttermeknek szállították őket, őket megfogta, kaptak rá külön támogatásokkal, próbálták segíteni a kormányzat részéről, átmenetileg ez nyújtott is segítséget. Most talán egy kicsit, mintha ez beindult volna, az emberek úgy kiéheztek a cselekvésre, a mozgásra, a pincelátogatásokra, meg az éttermi fogyasztások is elindulgathattak, de azért van hatása, tehát nem lehet azt mondani. Hát akkor kívánjuk, hogy ez minél hamarabb megszűnjön, ez a gátló tényező is, újra találjunk rá a finom borokra, fogyasszuk egészséggel. Fiatalok is. Így van, így van. És kívánjuk, hogy az idei termés is legalább olyan jó legyen majd. Közeleg a vincenep, azt kell kíváncsian várni, hogy ha megcsordul az eresz, akkor így van. Jó lesz a termés, tele lesz a pince. Így legyen. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is.